estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. Három gólyafiókát gyűrűztek meg a szakemberek Dínyésen múlt héten csütörtökön. A kis tollasok az egyedi azonosítójuk miatt mostantól könnyen nyomon követhetőek lesznek vándorlásuk során is. Izgalmas pillanatokat élhettek át azok, akik csütörtökön reggel Dínyésre látogattak. A szakemberek emelőkosárral gyűjtötték be a gólyákat. A fiókákat ezután lehozták a földre, ahol rengetegen üdvözölték az egyelőre félénk és maga tehetetlen kis tollasokat. A gólyák ember emlékezet óta a kisbabát hozzák itt a Kárpát-medencébe. Ez egy nagyon fontos szempont, és talán ezért is van az, hogy mindenki nagy szeretettel viszonyul a gólyákhoz. És ezek a mi fehér gólyáink kifejezetten az ember mellé jönnek. Tehát most már nagyon régóta az ember mellett fészkelnek. Ők az embernél találnak védelmet. Az egyetlen természetes ellenségük a sas, pontosabban a rétisas elől. A rétisas lenne képes arra, hogy ha kell a fészekből kiszedi a fiókát, de a rétisas véletlenül se jön ide az ember mellé. Ezért jön a gólya viszont pontosan ide mi hozzánk, ide mellénk. És ugye a mi gólyánk több szempontból is ragaszkodik az emberhez, az élőhely szempontjából is, hogy igazából az ember alakítja ki azt a típusú élőhelyet, ami számára ideális, hogy táplálékot találjon, ehhez tocsogós legelők kellenek, nagy kaszálók, és ő itt tudja igazából biztonsággal felnevelni a fiókáit. A mai napon mi fog történni, és tulajdonképpen erre miért van szükség? Ez egy gólyagyűrző nap, és mi itt Fejér megyében ezt úgy mondjuk, hogy minket is a gólya hozott ez az a nap, és erre azért van szükség, mert egyrészt nagyon sok ember szívesen megnézik közelről a kis gólyákat, tehát mert mindig csak messziről látjuk őket, és sokszor úgy lapulnak a fészekbe, hogy még látni sem lehet, mert főleg amikor kicsik a fiókák, akkor csak néha-néha bukkan ki egy-egy fejecske. A három testvér egyedi azonosítóval ellátott gyűrűt kapott a lábára, így amikor kirepülnek a fészekből, könnyedén lehet majd őket azonosítani és nyomon követni. Ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy Dínyés marad az otthonuk. Gólyának azért alapvetően ez a hazája, tehát itt él Európában, és elmegy Afrikába is, ráadásul annak is a legtávolabbi pontjára. Valószínűleg azért, mert Dél-Afrikában körülbelül olyan klíma uralkodik télen, mint mi nálunk nyáron. Tehát az egy aránylag kellemes, mérsékelt klíma, és oda megy egyébként nem csak a gólya, hanem több más madárfajunk is, például a fecskék is. A gólyák egyébként ugyanoda térnek haza mindig? Ez nagyon érdekes, hogy nem feltétlenül. Tehát van olyan, amelyik ragaszkodik a helyéhez, de van úgy, hogy akár országokat is vált. Tehát itt ők Európán belül, az, hogy most Csehország vagy Magyarország, ez nekik majdnem mindegy. A lényeg az, hogy találjanak egy ideális helyet. És sokszor stipistopi alapon működik a fészek foglalás. Tehát, hogy ők jönnek vissza Afrikából is, és találnak egy csodálatos helyet, és még nincs elfoglalva, akkor gyorsan elfoglaljuk, mert ez kell nekünk. Tehát ilyen alapon tényleg volt itt már két alkalommal csehgyűrűs gólyánk is, amelyik Csehországban volt fióka, és ide jött. De ugye a gyűrűzések nagyon érdekes dolgokra világítanak rá, mert általában ezekkel a gyűrűkkel tényleg leolvasható gyűrűt teszünk a madárra, így nyomon követhető a madár. Mik ezek az érdekességek? Egy-két konkrétumot tudna említeni, amit így gyűrűzések után vettek észre, hogy érdekesség volt? Hát például nagyon érdekes gólyás esetet szeretnék elmondani, amikor itt az Alkotmány utcában egy gólyafészken színes gyűrűs hímmadár volt, és erről a madárról megtudtuk, hogy Mártéjon volt fióka. Ugye Mártéj azért eléggé keleten van, ő ott repült ki a fészekből, és nyomon követték a sorsát, és egy korábbi évben, 4 éves korában Lednyicén költött, az pedig Morvaországban van, és ráadásul ott egy mocsárban Káró katonák között, tehát ott még csak nem is az ember mellé ment fészkelni, és nagyon érdekes, hogy a következő évben meg ide jött Dínyésre, tehát egy ekkora váltások is lehetnek náluk.
és éppen abba a fészekbe tettünk akkor egy kis fiókát, amelyik kiesett a fészekből, és ott a kettő mellé egy harmadik testvér került a különleges sorsú gólya hímnek a fészkébe. Ők egyébként életre választanak párt? Nem, hanem egy-egy szezonra szól. Tehát nagy eséllyel a vonulás során elveszítik egymást a párok. Tehát lehet, hogy együtt indulnak útnak, de olyan gólya tömegek verődnek össze, hogy aztán ott a kavargásban elveszítik egymást. Az elképzelhető, hogy itt Dinnyésen most már harmadik évben ugyanaz a pár. De ez csak a történetből lehet nagyjából kikövetkeztetni, mert ők sajnos nem gyűrűsek, de most már 3 éve mindig ugyanazt lehet tapasztalni, hogy megjön a tojómadár, és egészen másképp viselkedik, mint a hím, mert a tojó azonnal elkezdi igazítani a fészket. Körülbelül fél óráig fészek takarítás, igazítás ez a feladat, és a hímet pedig egy-két napon belül valahonnan előkeríti, és én azt gyanítom, hogy szerintem ugyanaz a hím jöhetett vissza, mert nagyon harmonikus a pár, és nagyon aktívan védik is a fészket ilyenkor. Erről a 3 kis fiókáról említett, hogy 3 fióka van tulajdonképpen a fészekben. Mit kell tudni? Hát ők körülbelül 6 hete keltek ki. Amikor kikelnek a fiókák, abból látja az ember, hogy most már fiókák vannak, hogy a szülő madár a fészek közepén valamit állandóan igazítgat, és már ritkán ül rá a fészekre, hanem elkezdi árnyékolni a fiókákat, abban az esetben, ha nagyon tűz a nap. Ha esik az eső, akkor persze rájuk ül, akkor takarja. És hát körülbelül 2-3 hét az az idő, amikor a szülő madár folyamatosan ott van a fészken. Egyébként ők mindent váltásban végeznek, egy ilyen nagyon különleges összeszokott párkapcsolat ez, hogy már a tojások költése váltásban történik, a fiókák felügyelete is váltásban történik, és ugye az ennivalót is váltva hozzák. Közben egy nagy vadlút csapat röpül itt éppen, már az első vadlút fiókák is repülnek, és most húznak be a dinnyési fertőre. Az eseményre óvodás és iskolás csoportok is érkeztek, de több család is ellátogatott a dinnyési gólyafészekhez, hogy megsimogassák a kis tollasokat. Egyrészt a gyerekeknek szerettük volna megmutatni, hogy testközelből lássanak gólyát, illetve azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a természettel valódi kapcsolatban legyünk. Míg a fiókák a földön voltak, hazaszállt az egyik szülő, így a szakemberek gyorsan visszatették a pelyheseket a fészekbe, hogy megkaphassák 10 órájukat. A múzeumok éjszakájának évek óta résztvevője Székesfehérvár is. Ilyenkor az állandó kiállítások mellett külön csak erre a napra szervezett programokon is részt vehetnek az érdeklődők, melyekre mi is ellátogattunk, mutatjuk. Június 22-én volt a múzeumok éjszakája Székesfehérváron is. A rendezvény sorozat a helyőrségi klubban vette kezdetét délután 5 órakor. Van olyan, aki minden évben ide látogat el először. Minden évben ezzel a programmal kezdünk. Nem tudom, még 2-3 évvel ezelőtt a lányokkal itt kezdtük, és nagyon megtetszett nekik. Nagyon sokféle program van, van kézműves lehetőség, van ugye a zenekarnak a koncertje, illetve egy csomó dolgot meg lehet nézni, ki lehet próbálni. Úgyhogy minden évben ezzel a programmal indítjuk a múzeumok éjszakája estét. Ennyi jobb. Betöltöm mindenkinek, és akkor megjön, ahol meg tudom csinálni. És betöltöttem magamnak? Hát egy férfinak az kötelessége. Az emlékgyűjtemény minden évben több száz látogatót vonz. A székesfehérvári helyőrség történetének megismerése mellett a helyi alakulatok népszerűsítése, a hazafiság érzésének erősítése, a honvédelem mint össztársadalmi ügy gondolatának elfogadtatása volt a szervezők célja.
Székesfehérvár helyőrség történeti emlékgyűjteményében vagyunk. A Magyar Honvédség 43. híradó és vezetés támogató ezred alárendeltségébe tartozik a gyűjtemény. Az idei évben a 10. alkalommal veszünk részt a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozaton, országos rendezvénysorozaton. A központi téma a digitalizáció, utazás. Utazást teszünk a zenekar történetében, ezzel kapcsolatosan a Tiszti Klub aulájában egy zenetörténeti kiállítást láthatnak, illetve a helyőrségi zenekar, a Székesfehérvár helyőrségi zenekar esti koncertet ad 19 órakor itt az udvaron. Ezen kívül még katonai toborzás a honvédség iránt érdeklődők számára, a gyermek háromtusa, akadálypálya, gyerekfoglalkoztató sátor, a légópincében, a 17-es gyalogezred légópincéjében légpuska lövészet várja a látogatókat, az érdeklődőket, haditechnikai bemutató, a BTR harcjárművel ismerkedhetnek a gyerekek. Mint említette, ugye már többször rendezik meg itt a Múzeumok Éjszakáját. Mekkora az érdeklődés? Mi a tapasztalat? Közel 500 látogatónk szokott lenni évről évre. Hát reméljük, hogy az időjárás a mai estén is kedvezni fog, és nem bák közbe. Körülbelül 500 látogatónk szokott lenni, és nagyon jó programokkal várjuk szeretettel az érdeklődőket. Az este a második Szent János pápa téravatásával folytatódott, ez volt a rendezvénysorozat hivatalos megnyitója a városban. A tér megújítását egy régészeti feltárás előzte meg, majd az útburkolat cseréje is megtörtént. A tér nem csak Székesfehérvárnak jelentős, hanem az egész magyar nemzetnek is, hiszen fontos központi szerepet tölt be, fogalmazott a polgármester. Azt gondolom, hogy most ez a tér úgy újult meg, amiből egyértelműen szerettük volna jelezni, hogy értjük, hogy mit jelent egy történelmi városban élni, mit jelent ennek a felelőssége, és adott ezeknek a tereknek a szimbolikus üzenete is. De azért is nagyon fontos, mert miközben ezt a teret most kb. 300 millió forintból felújítottuk teljes közműcserével, új burkolattal, közben ha valaki körbe tekint ezen a téren, akkor azt látja, hogy az épületek is megújultak az elmúlt években. Itt van egy gyönyörű park, itt van egy csodálatosan a kormány, egyházmegye város összefogásában megújított székesegyház, megújuló épületek, úgyhogy gondolom, hogy ma ez a város egyik legszebb belvárosi tere lett. Valóban impozáns, méltóság teljes, egy kicsit ki is nyílt, most mutatja meg az igazi méreteit, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan eljöttek most a Múzeumok Éjszakája nyitó rendezvényeként ennek a térnek az átadására, mert ez jól jelzi, hogy igenis ez a tér arról kell, hogy szóljon, mind a város történelme is, a jelenben az üzenete is, hogy mi köt bennünket össze, és ez a tér megmutatja, hogy mi köt bennünket össze. Az önkormányzat a Székesegyházzal összefogva újította meg a teret, megőrizve ezzel annak történelmi jellegét, jelentőségét. Azt hiszem, hogy az, hogy az önkormányzat és az egyház közösen összefogva kidolgoztuk annak a lehetőségét és annak az elgondolását, hogy ez a tér rajta a Székesegyházzal, a térhez tartozó épületekkel megújuljon, ezzel megőriztük a történelmi rangot, eleget tettünk annak a felelősségnek, amelyet a történelem rótt ránk, és ráadásul vagy mellette egy olyan teret tud a város magáénak, tud átadni a polgároknak, amelyben jól érezhetik magukat, amelyben emberi méltóságukban megerősödhetnek, történelmi gyökereikhez kötődhetnek, amelyben egyáltalán kellemes módon tudnak akár pihenni, akár sétálni, akár gyönyörködni. Valami nagyon szépbe, egy ősi, patinás, történelmi belváros szépségében. Kérünk téged, Urunk, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és szolgálatunk tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék, Krisztus, a mi Urunk által. Istenünk, a Te igéd szentel meg mindent. Áld meg és szenteld meg ezt a felújított, Szent II. János Pál pápáról elnevezett teret.
A térebotó után egy városházi körsétával vártak mindenkit. Ezen az estén megnyitott a kapuit az intézmény, az érdeklődők megnézhették, hol születnek a várost érintő döntések. Megismerkedhettünk a városháza külsejével is, hiszen magával a szépítés történetével, illetve a díszteremnek a csodáival. Megnéztük a folyosón Szelényi Károly gyönyörű fotóit a koronázási jelvényekről. Bementünk a polgármester úr irodájába, ahol Pekár István által készített gyönyörű goblent is megnéztük, ami világkiállításon aranyérmet nyert, és hát elég kalandos útja is volt, valamint megnéztük a kis tanástermet, a koronázási jelvények hiteles másolatát, valamint Ava Novák Vilmos gyönyörű falképeit az 1938-as emlékévről, és hát újdonságként meg tudtuk nézni a limozsi korbuszt is, ami a Szent István Székesegyház ásatásai során került ide, és most itt van kiállítva. Az eseményre idén is nagy volt az érdeklődés, több mint 200-an látogattak el a városházára. A magyar nyelv a szép és kifejező, és a városházáról beszél, tehát arról, hogy ez a közösségnek az első számú háza és aznak díszterme, és gondoljuk évről évre a múzeumok éjszakája is jó alkalom arra, hogy ennek a csodáit megmutassuk a fehérvárjaknak, vagy éppen Fehérvárra érkező vendégeinek, és minden évben az a tapasztalat, hogy nagyon sokan jönnek, ugyanígy június 22-én, mind adott esetben az örökségvédelmi napon szeptemberben, vagy most már új szokásként az adventi időszakban is. A látogatók között akadt olyan, aki harmadik alkalommal vett részt a sétán, és emellett számos más program is érdekelte az este folyamán. Már harmadik éve, hogy sikerült bejutnom erre a kiállításra, nagyon érdekelt, hogy hol hozzák a várost érintő döntéseket a honatyáink, és ezért jöttem be. Hallottam, hogy nagyon szép. És ezen kívül van még olyan, ami érdekli? Persze, a Borivárba, aztán elmenni a Baba Múzeumba, az Óra Múzeumot nagyon szeretem, oda minden évben elmegyek. Aztán van ez a fiatal művészek kiállítása, azt is nagyon szeretem. Nem is tudom, most hirtelen nem jut eszembe más. Ja, az Egyházi Múzeumot szoktam még megnézni, az is nagyon szép, annak a kincsei. A nagy érdeklődésre való tekintettel két látogatás is indult, de volt olyan, aki már a jövő évi programra is feliratkozott, de nem csak itt, hanem a Városi Képtár deákgyűjteménybe is várták a múzeumok szerelmeseit este 6 órától. Az intézmény az állandó kiállítás mellett számos programmal készült erre az estére. Alapvetően három egysége van az általunk szervezett programoknak. Az egyik fontos rész az a múzeumpedagógia színekkel való foglalkozás, amit Szűcs Angéla kolléganőnk tart, aki a Városi Képtár múzeumpedagógusa. Egy előadást szerveztünk, ami a fő témához, az interaktivitáshoz, az utazáshoz, a közösséghez, a hívószavakhoz kapcsolódik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvényének. Ez Kelle Antal Artformer néven futó, tulajdonképpen kinetikus szobrászművész előadása volt az ő kiállítási tevékenységéről, az ő szobrairól, az ő munkásságáról. És a harmadik egység, amit beüldözött az eső az udvarról a freskós terembe, az pedig Gereben Zita énekesnő koncertje tulajdonképpen, és azt most halljuk, hogyha behallatszik az adásba, ez most zajlik, egy fél órás csúszás volt az eső miatt, de meg tudjuk tartani magában a deákgyűjtemény freskós termében. Mekkora volt az érdeklődés? Hát a múzeumok éjszakája egy nagyon furcsa dolog, mert több az átmenő vendég, mint a leülő, tehát az emberek ebbe a fantasztikus programkavalkádba, csak akkor, hogyha nagyon következetesen előre készülnek és nincsenek csúszások, akkor tudják megtervezni a programjaikat. Legtöbben az év folyamán nem sokszor jutnak el, és akkor körbesétálnak az új kiállításokba. Olyan 800 és 1000 között szokott lenni ezeken az éjszakán, most még én nem néztem a statisztikát, de körülbelül 1000 fő fordul meg egy-egy kiállító helyen. A Csók István képtárban Iszinger Katalin művészettörténész tartott tárlatvezetést a Híresek és képek, modern irányzatok a magyar fotográfiában című kiállításban. Ez egy elég nagy volumenű kiállítás, hiszen 150 fotót mutatunk be a 10-estől a 40-es évekig, ez a modernizmus, a magyar fotográfia egyik legizgalmasabb időszaka. Híresek és képek, tehát a nagyon híres
fotósok, akinek a nevét biztosan mindenki ismeri, mint például Robert Kapa, Mohony Nagy László, Martin Munkácsi, Brassai vagy André Kertész mellett a Magyarországon alkotó, az itt fontos fotótörténet szempontjából fontos fotográfusok munkáit is láthatjuk, tehát ez kb. 25 művész, akinek a képei a falon láthatóak. Ma este itt a múzeumok éjszakáján először egy tárlatvezetés volt, ahol kb. Egy óra időtartamban próbáltuk bemutatni, kicsit közelebb hozni egy-két érdekes történettel, vagy egyáltalán a stílusoknak a bemutatásával, vagy az életrajzok elmesélésével ezt a kiállítást. A tárlat az első világháborút megelőző évektől a második világháború időszakáig mutat be alkotásokat. A kiállítás mellett lehetőség volt Villany Leo, a Fehér ruhás nő portréja című improvizációs táncszínház megtekintésére este 8 órakor. A műsort az előadók pillanatnyi gondolatai és érzései alakították. A múzeumok éjszakájához csatlakozott a Szép Hőz Zrt., amely idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. A királysori fűtőerőmű ez alkalomból nyitotta meg kapuit a távhőszolgáltatás történelme iránt érdeklődők számára. A másfél órás erőmű bejárásra kettő csoport indult, 18 és 22 órakor. A program egy 15 perces filmvetítéssel kezdődött, ezután szakemberek vezették végig a csapatokat a hőerőműben. A rendezvénysorozat estén az intézmények éjfélig vártak mindenkit. A helyszínekre karszalaggal lehetett ellátogatni, melyek belépőként, a helyjáratos buszokon pedig menetjegyként szolgáltak. A befolyt összeget pedig rászoruló gyermekek múzeum látogatására fordítják majd. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!